Sziasztok! Ez itt a Kutyinfo Podcast új évadának első része. Én Láng Dávid vagyok, és folytatni fogjuk azoknak a képviselőinknek a bemutatásával, akikre a tavaszi választási kampány során nem került sor, viszont június 9-én mandátumot szereztek. Elsőként itt van velem Hankó Viktória, aki Pécsen került be az önkormányzatba Kutyapártos színekben. Szia, Viki! Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek. 23 éves vagy, ezzel viszonylag fiatalnak számítasz a képviselőink között. Mikor kezdődött és honnan jött a politikai közéleti érdeklődésed? Igazából gyerekkoromban is érdekelt már, aztán az iskolába később voltam diák önkormányzati tag, majd miután felkértetek, így képviselő lettem nálatok, illetve először jelölt, és utána képviselő. Hogyan emlékszel Ervis? Tehát mi volt az első pont, amikor mondjuk elkezdett érdekelni téged akár a helyi, akár az országos politika? Mi az ősélményed, akár így is kérdezhetném? Az első ilyen megnyilvánulás talán egy országgyűlési videó volt, amin nagyon nagyot tudtam nevetni, és aztán a későbbiekben rájöttem, hogy ez így nagyon nem jó, mert ennek nem viccesnek kéne lennie, hanem elgondolkodtatónak, és akkor jött a felismerés, hogy itt valami nem jó. Miről szólt ez pontosan? Nem tudom már, mi volt pontosan a kontextus, de valami borzasztóan cringe dolog volt. Mikor volt ez nagyjából? 15-ben talán. És akkor utána mi történt veled? Hát utána iskolába jártam, tevékenykedtem. Aztán amikor ivarérett lettem, és megismerkedtem úgy komolyabban a kutyapárttal, talán a 22-es országgyűlési kampány során, akkor jelentkeztem passzivistának, és ott voltak ilyen lehetőségek, amiket szívesen vállalnék, közte volt a képviselőjelöltség és egyebek, és akkor azt gondoltam, hogy ez talán nekem való lehet, és bepipáltam. Egyáltalán honnan ismerkedtél meg a kutyapárttal, hogyan jött a kapcsolatod, és miért tartod ezt a pártot pont megfelelőnek arra, hogy a színeikben indulj el? Voltak nálam idősebb ismerőseim, akik már pártoztak, vagy volt valami közük a párthoz, és ők avattak be ebbe az egészbe, aztán később a hírekbe is elég sokat láttam a pártot, és ők tűntek a legemberközelibbnek és valóságosabbnak, ezért úgy döntöttem, hogy melléjük szegődök. Ha jól tudom, elég sok helyen éltél korábban, mielőtt Pécsre kerültél, fel tudod sorolni ezeket, és azt, hogy utána, hogy kötöttél ki végül mégis itt? Hát Miskolcon születtem, aztán éltem Szigetújfaluba, Pest megyébe, sok helyen, Pesten is, Martonvásáron, Érden, Bács-Kiskun megyében, Ugrád megyébe, mindenfelé igazából. Aztán a párkapcsolatom révén Pécsen kötöttem ki, és itt is maradtam. Mit szeretted inkább a városban? Szerinted miért jó itt élni? A szép tájat szeretem nagyon, hogy valamerre nézek, mindig valami szépet látok, és a levegő is egészen tiszta. És mondjuk a szociális élet, a közösség szerinted milyen itt, ugye a zenei életet szokták nagyon dicsérni, hogy mondjuk a magyar Liverpool, vagy ilyesmiket mondanak rá, te be mennyire veszel részt, te mennyire tartod jogosnak? Ezek jó kifejezések a városra tulajdonképpen, csak az a baj, hogy a felületesség jellemzi leginkább. Ránézésre minden szép és jó, de azt senki nem látja, hogy az itt élő embereknek mennyi problémája van, és hogy mennyire el vannak hanyagolva a szociális szférák. Mit értesz az alatt pontosan? Azt, hogy a hajléktalanokat például egyáltalán nem támogatja senki semmivel, mindenki csak elzavarja őket innen is, onnan is, egyik város végéből a másikba, és úgy csinálnak, mintha nem léteznének. A szociális lakásokkal eddig még senki nem tudott úgy benni, ahogy kellett, mindenki csak saját hasznot keresett bennük, és minden ilyen dologgal foglalkozó egyének úgy csinálnak, mintha igazából nem lenne szüksége rászorulóknak a megsegítésre, hanem nekik kéne begyűjteni az ezzel járó jutalmakat és jövedelmeket. Hogy alakult úgy, hogy éppen te lettél a helyi csapatból a listavezető az önkormányzati választáson? Hát ez egy nagyon kacskaringos út vezetett. Én igazából ilyen végszükségeset voltam, mert én nem tudom, hogy mi történt az előttem lévő jelöltekkel, de aztán Martos Csongor felkeresett, tekintve, hogy jeleztem, hogy szívesen vállalnék ilyet, és aztán én lettem a kiválasztott.
Igen, ő a regionális koordinátorunk, tegyük hozzá a hallgatók kedvéért. És milyen volt a kampányotok helyben, hogyan emlékszel vissza rá? Hát káoszként indult, és talán aképpen is fejeződött be, viszont a végére egy tök jó csapat állt itt össze, és megvoltunk mindennel. Nehezen, fáradtan és ingerülten, de sok jó élménnyel teltünk. Elégedett vagy a választási eredménnyel helyben? Tehát ez volt a kimondott cél, hogy te bekerüljél kompenzációs listavezetőként? Igen. Örültünk volna, hogyha bejutunk ketten-hárman is, de a legfőbb cél az az volt, hogy legalább egy ember beüljön az önkormányzatba. Mi a véleményed a várost 2019 óta vezető baloldali koalícióról, illetve Péter Fiatila polgármesterről? Az mindenképpen a számlájára írható, hogy ez alatt az 5 év alatt kifizette az előtte lévő fideszes városvezetés által felhalmozott tartozást, ami 9,54 milliárd forintot jelent. És hát ez ugyebár mind tudjuk, hogy nem kevés összeg, viszont nagyon sok mindenen kell változtatni, de az eddigi beszélgetéseink alapján a polgármester is így gondolja, és igyekszik is változtatni, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Igen, mi az, amiben szerinted leginkább fejlődésre lenne szüksége? Hát az mindenképpen látszik, hogy az önkormányzatnak nincs egy kerete, ami megszabja azt, hogy mire, hogyan és mennyit költhet. Ezt mindenképpen meg kell regulázni, de ezt belátta a polgármester úr is, már rajta van a munkálatokon. És hát ahogy mondtam is, a szociális szférát az teljesen ki kell forgatni, mert brutális, ahogy van. Te milyen változtatásokat javasolnál ezen a területen? Elsősorban lecserélnék mindenkit, aki a szociális szféra élén áll, és tüzetesebb átvizsgálás után keresnék olyan embert, aki erre alkalmas és megfelelő lehet. Aztán kicsiben kezdeném. Először a már rendszerbe vett rászorulókat kezdeném el egy kicsit másképpen fejleszteni, aztán kiterjeszteném ezt természetesen a többi oldalra is. Úgy, mint? Mint a hajléktalanokra. Nekem a kampányom alatt is ez nagy szívügyem volt, és erről is írtam a disszertációmat a bemutatkozó oldalamon, mert én nem hiszem el, hogy ezeken az embereken nem lehet segíteni, hogy visszatérjenek a normális életbe, és legyen miért élniük. Még visszatérve kicsit a választásra, az ellenzéki pártok részéről felmerült, hogy többek között a kutyapárt indulása miatt buktak el több körzetet júniusban, és ezért nem lett meg a többségük testületben. Te jogosnak tartod ezeket a vádakat? Ez nem volt jogos szerintem, és ezt meg is említettem a polgármester úrnak. Annak ellenére, hogy tartja magát a véleményéhez, ennek nincsen semmilyen létjogosultsága, ugyanis a harmadik legerősebb párt voltunk a városba végig. Nem lehet azt mondani, hogy azon múlt, hogy egy-két ember ránk szavazott, mert nem, sokkal többen szavaztak ránk annál. Ugyanakkor ugye, mivel egy körzetben szavazategyenlőség miatt új választást tartanak, most szeptember 22-én ezen végül nem indultok el. Az az oka ennek, hogy nem akartok új feszültséget generálni, vagy esetleg más miatt döntöttetek így? Nem, egyszerűen úgy gondoltuk, hogy ebben most nekünk nem kell belenyúlni, inkább elkezdünk készülni a 26-os országgyűlési választásokra. Erre még később visszatérek. Egy kicsit még arról mesélj, hogy milyen a személyes viszonyod Péter Fivatillával, illetve vele a szövetséges pártokkal. Említetted, hogy már többször is volt megbeszélésetek. Ezeken miről volt szó pontosan, és egyáltalán úgy milyen hangulatban zajlottak? Az első két megbeszélésen igazából olyan lényeges dolgokról nem beszéltünk, talán csak a semmiről, inkább azt éreztem, hogy valamennyire tart attól, hogy miképpen fogok működni a közgyűlésbe, tekintve, hogy egyébként is úgy néz ki, hogy fideszes többség lesz. Most viszont az utolsó beszélgetésünkön bizottsági helyekről és különböző ilyen vezető pozíciókról volt szó, mint az alpolgármesterek, hogy kiket támogatnék. Látom rajta a tennivágyást, de azt is, hogy attól függetlenül, hogy függetlennek vallja magát, én nem látom rajta azt, hogy neki tényleg szabad akarata van feltétlenül mindenben, mint hogyha tartana attól, hogy mi lesz, hogyha valami rosszat csinál. Szerinted kitől tart? Tehát ki az, aki igazából mögött áll és befolyásolja? Hát ő ugye a DK-s összefogás segítésével működik,
Úgyhogy így gondolom, hogy az ottani nagy emberek, aki mögötte állnak. És milyen jellegű együttműködést tudsz elképzelni velük? Mi az, amit megszavaznál, mi az, amit semmiképp? Hát azt még most nem tudom megmondani, hogy mi az, amit semmiképpen sem szavaznék meg, viszont pont a legutóbbi beszélgetésünk során mondta, hogy az utolsó közgyűlésén előterjesztett egy olyan indítványt, hogy a közbiztonsággal foglalkozó cég éléről lecserélték a négy nagyobb bácsit, és az egyiküket például, aki jogtalanul írt ki túlóra pénzt magának és egyéb juttatásokat, azt lefogozták szimpla utcai járőrnek, és attól tartott, hogy ha ezt átcsúsztatja októberre, akkor a fideszes többség nem fogja ezt megszavazni neki, már csak azért se, hogy kötekedjenek vele. Ilyen eseteket például én is tudok támogatni, emellett én is tettem volna a voksomat, hogy így legyen. Mit gondolsz a helyi Fideszről, illetve a testületbe bejutott többi szervezetről? Itt ugye egy helyet szerzett a Mindenki Pécsért Egyesület, és további egy helyet szerzett a Tisztakezek Egyesület. Róluk mit kell tudni, és van-e bármiféle kapcsolat köztetek? Hát a Tisztakezek Egyesülettel nem igazán van kapcsolatom. Találkoztam egy párszor a kampány során, meg után a Bognár Szilviával, ő az elnöke ennek, vagy hogy hívják. Nem igazán beszélgettünk személyes dolgokról, meg ilyenek, kedvesen mosolygott, én is kedvesen mosolyogtam, aztán ennyi. A másik oldal meg igazából nekem érdekes az a felállás, a képviselőjük, aki bejutott a Talabér Ádám. Ő a Mindenki Pécsértről most van szó. Ő szimpatikus számomra, de hát aztán majd meglátjuk, most így még nem mentünk bele semmi komoly dologba. Most, aki szimpatikus, lehet, hogy aztán egy hónap múlva rájövök, hogy valami van vele. És a helyi Fidesz? Hát a helyi Fidesz az valamennyire eltér ezektől a vérfideszes egyénektől, mert próbálnak jó arcok lenni, és azt mutatni, hogy ők tényleg ilyenek meg olyanok, de nagyon sokszor össze-vissza beszélnek, és hát ilyen furcsa nekem az egész. A fideszes frakcióvezető úr, ő nagyon manipulatívnak, és hát ilyen furának tűnik nekem. Kicsit tartózkodok tőlük. Próbáltak bármiben esetleg megkeresni és befolyásolni téged? Érdekes módon nem. De igazából senki nem akart megkenni, pedig nagyon vártuk, hogy valaki valami nagy dolgot ajánljon nekünk. Igen, ha jól sejtem, akkor a legfiatalabb képviselő leszel a testületben? Igen. Az életkorod miatt tapasztaltál esetleg bármiféle hátrányos megkülönböztetést bárki részéről? Vagy nem vesznek komolyan, vagy ilyesmi? Ez őszintén szólva nekem nagyon nagy félelmem volt már az eleje óta, viszont még eddig nem tapasztaltam, eddig még mindenki tisztelettel, és úgy állt hozzám, hogy éreztem, hogy egyenragú félként kezelnek. Milyen területekre fókuszálnál képviselőként? Itt ugye már említettél néhányat, például a szociális ügyek, hajléktalanok helyzet, de esetleg fel tudnád sorolni, hogy mi az, amit ezen kívül szívügyednek tekintesz, illetve hogy milyen bizottságok munkájában vennél részt szívesen? A szociális szférán kívül nekem tök jó érzékem, és sok tapasztalatom van pénzügyek terén, ezért minden pénzügyel foglalatos dolgot meg fogok célozni magamnak. Ez honnan jött ez az érdeklődés, a végzettséged miatt, vagy van korábbi munkatapasztalatod? Hát munkatapasztalatnak mondanám inkább. Egy ismerősöm cégénél munkálkodtam, és ő tanított be ezekre a dolgokra, aztán később önállóan kezeltem a cég pénzügyeit minden tekintetben, és nem volt gond soha. És a városban végzett munkádban hogyan tudnád ezeket kamatoztatni szerinted? Hát ahhoz először őszintén szólva bele kell lássak, hogy hogyan dolgoztak eddig ott, és hogy mik történtek, aztán megpróbálom kiokoskodni a legjobb stratégiát arra, hogy minden költséghatékony és megfelelő helyre kerüljön. Akkor ezt kimondhatjuk, hogy nem tudom, hogy milyen van pontosan, hogy a pénzügyi, illetve a költségvetési bizottságba való bekerülés a célod? Igen. És ezen kívül még milyen előterjesztések vannak a fejedben, amiket biztosan be fogsz nyújtani, akár már a legelején? Gondolkoztunk már sok mindenben, először mindenképpen kisebb dolgokkal szeretnénk kezdeni majd, hogy bemelegedjünk, és hogy a többiek is lássák, hogy nagyjából milyen irányba szeretnénk elindulni, de konkrét dolgokról még nem beszéltünk. Hogyan tervezel majd beszámolni a képviselői munkádról, akár a helyi csapat többi tagjának, akár a szimpatizásoknak, kutyapártos szavazóknak?
A saját pártos Facebook oldalamon, és gondolom a Baranya megyei Facebook oldalon is biztosan fogunk közölni. Ha más nem, akkor ilyen havi lebontásba blogszerűen dolgokat az önkormányzatból, de mindenképpen minden hónapban fogunk szervezni olyan időpontokat is, amikor személyesen is eljöhetnek és meghallgathatják, hogy mi történt. Esetleg még, hogyha olyan előterjesztést kapunk, akkor esélyt adok arra is, hogy megtekintsék, átolvassák és javaslatot tegyenek a módosítására, és olyan dolgok adjanak a kezembe, amiket aztán képviselhetek a következő közgyűlésen, amikor érvelni kell az adott dolgok mellett és ellen. Ugye szó volt már az időközi választásról, amit szeptember 22-én fognak tartani. Mekkora esélyt látsz arra, hogy ennek olyan lesz a kimenetele, hogy te leszel végül a mérleg nyelve, tehát mindenképpen szükség van a többségre, a te szavazatodra? Nem tudom igazából, mert annyira kétes az egész, hogy nem lehet megjósolni, hogy mi lesz. Borzasztóan nagy kampánytól a polgármester oldala is, és a Fidesz oldala is. Tehát így egyszerűen nem lehet megmondani előre, hogy mi fog történni. Említetted a 2026-os felkészülést is, hogy már elkezditek az országgyűlési választásra való készülődést. Hogy fog kinézni ez pontosan? Megvannak-e már esetleg a jelöltjeitek a két baranyai 1-2-es választókörzetben, és miből áll még ez a folyamat? Hát Baranya egyben már tradicionálisan Nagy Richárd indul, úgyhogy ezúttal is őt fogjuk ott indítani. Baranya 2-ben meg majd még kiokoskodjuk, hogy ki az, aki alkalmas erre, és szívesen foglalkozna is ezzel. Aztán én arra gondoltam, hogy kidolgozunk egy stratégiai forgatókönyvet, ami alapján haladni fogunk, hogy gyorsan és hatékonyan dolgozhassunk. A saját szerepedet milyennek látod az országgyűlési kampányban? Mennyire tervezel aktívan részt venni benne, és akár irányítani, kijelölni azt a stratégiát? Most ugye addig még szükösen 2 évünk van, úgyhogy remélem, hogy az addigi önkormányzati munkám az lesz annyira látszólagos és... Látványos. Igen, látványos, bocsánat. És olyan súlyú, hogy az emberek bízzanak a véleményembe és a döntésembe ezáltal abba, hogy érdemes azokra az emberekre szavazni, akik mögöttem állnak, és szeretnének előre törni. Az önkormányzati munkán kívül milyen utcai és egyéb akciókat terveztek még a helyi csapattal a közeljövőre? Hát egyelőre csak ilyen kisebb általános dolgokat tervezünk, pultozást, járda, padfestést, meg ilyeneket. Köszi szépen, hogy elmondtad, válaszoltál a kérdésekre, és hát akkor sok sikert a képviselői munkádhoz. Köszönöm szépen!